Az építőipar a természeténél fogva veszélyes, ha valami félre sikerül, az bizony könnyen kerülhet emberek életébe. Egy-két balesetet leszámítva, a történelem legtöbb áldozatot szedő építkezései olyan projektek voltak, ahol valami igazán monumentálisat sikerült alkotni, csak sajnos sok száz vagy akár ezer ember élete árán. Nézzük meg, melyek voltak ezek. Csatlakozz a tagok közé, és nézd meg a többiekhez képest hamarabb a videóinkat, szavazz a készülő tartalmakról, vagy akár vegyél részt egy videó elkészítésében is. Link a leírásban. Az 1978-as úgynevezett Willow-szigeti katasztrófa egy építkezési kivitelezés súlyos kudarcának története. Az 1970-es években számos szénerőmű épült az Ohio folyó mentén fekvő völgyben, ahová az Allegheny Power System tervezett egy nagyobb méretű erőművet. 78 áprilisára egy természetes szellőzéssel ellátott hűtőtorony épült a tájegységen, továbbá egy második, már szintén építés alatt állt. Április 27-én a kettes számú torony már akkora volt, hogy elérte az 51 méteres magasságot. Nem sokkal délelőtt 10 óra után, amikor a harmadik betonvödröt kezdték felfelé csörlőzni, a vödröt felhúzó kábel egyszerűen meglazult, és az egész daru szerkezet a torony belseje felé kezdett el dőlni. Amikor a torony falához ért, az előző napon lerakott beton elkezdett összeomlani, betondarabok, faformák és fémálványok kavalkádja kezdett el az építmény üreges belseje felé zuhanni, és ennek következtében a zuhanásban az állványzaton álló összesen 51 építőmunkás egytől egyig életét vesztette. A Hoover gát egy betonból készült ív gravitációs gát, amely a Colorado folyó mentén Nevada és Arizona államok határánál található. A létesítmény 1931 és 35 között épült a nagy gazdasági világválság idején, és 1935. szeptember 30-án Franklin D. Roosevelt elnök személyesen avatta fel. Építése több ezer munkás ember feletti erőfeszítésének eredménye volt, ezen felül viszont több mint 100 munkás életét követelte. Egészen pontosan 112 halálesetről érkezett jelentés, de a helyzet nem ilyen egyszerű. A halálos áldozatok listáján három olyan munkás is szerepel, akik a helyszínen vetettek véget saját életüknek. A 112 halálos áldozat közül 91 a Six Companies alkalmazottja volt, három a Bureau of Reclamation alkalmazásában állt, egy pedig az építkezés látogatója volt. A többiek a Six Companyhoz nem tartozó különböző alvállalkozók voltak. A halálesetek közül 96-ot kötnek közvetlenül az építkezéshez. A problémásabb rész ott indul, hogy a hivatalos jelentésekben nem szerepelnek azok, akik tüdőgyulladást kaptak, mivel ezek nem minősülnek munkahelyi balesetnek. A munkavállalók ezzel ellentétben azt állították, hogy a légzőszervi problémák és az ennek köszönhető halálozások szénmonoxid mérgezések voltak, ugyanis az elterelő alagutakban benzinüzemű járművekkel közlekedtek a dolgozók. A Six Companies azért igyekezett kerülni a munkahelyi baleset jelzőt, mert ezáltal el tudott állni az egyébként jogosan követelt kártérítések kifizetésétől. A telephely elterelő alagútjaiban a hőmérséklet gyakran elérte a 60 Celsius fokot is, valamint a járművek kipufogó gázai megtöltötték a járatokat. Összesen 42 dolgozót tartottak nyilván tüdőgyulladásban elhunytként, és őket nem számolták bele a hivatalos baleseti összesítésbe. Az egyiptomi Aszuáni gátat az 1952-es egyiptomi forradalom után építették, mivel elődje az 1902-ben épült alacsony Aszuáni gát továbbfejlesztésre szorult. A gát hatékonyabban szabályozta a víztömeget árvizek esetén, továbbá növelte az öntözéshez szükséges víztározó kapacitást is, miközben még vízenergiát is termelt. Az építmény egy szélesebb körű iparosítási terv keretein belül valósult meg. Aszuánban már a 11. században is tettek kísérletet gátak építésére, de a ma is álló gát 1960 és 70 között épült. Az építkezéshez összesen körülbelül 25 ezer egyiptomi mérnök és munkás járult hozzá. Ahhoz, hogy a gátat érdemben és biztonságban be lehessen fejezni, 100 ezer embert voltak kénytelenek áttelepíteni. A munkálatok során még 22 régészeti műemlék is közvetlen veszélynek volt kitéve. Ezek közül néhányat megőriztek, néhányat pedig eltávolítottak, viszont az úgynevezett Buhen erőd, melynek építése az időszámításunk előtti 1860-as évre tehető, áradás áldozata lett. A közel 30 ezer munkás közül összesen 500-an vesztették életüket, halálukat többnyire az áradások, a rossz élet és munkakörülmények, valamint az ezek következtében fellépő betegségek terjedése okozta.
A Karakorum autópálya egy 1300 km hosszú autópálya, amely a kínai Kundzsarab hágótól egészen a pakisztáni Pandzsáb tartományig tart. Az út 1959 és 78 között épült, és a Föld egyik legmagasabb autópályája. Többek között a 4717 méter magas Karakorum hegységen keresztül halad át. Nagy magassága és az építés körülményei miatt gyakran a világ 8. csodájaként emlegetik. Az út a világ legveszélyesebb és leginstabilabb hegyein vezet keresztül, így aztán nem olyan meglepő, hogy a legtöbb halálesetet földcsúszamlások eredményezték, sőt, ez még a mai napig igen komoly veszélyt jelent az út valamennyi használója számára. A Karakorum autópálya halálozási aránya nem túl kecsegtető, ugyanis 1000 alkalmazottra vetítve 54 volt az építésekor. A munkások többsége zuhanások és földcsúszamlások következtében hunyt el. Az autópálya építése során több mint 200 kínai és 810 pakisztáni alkalmazott vesztette életét. A Hawkness Tunnel magyarul sólyomfészek alagút esete az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb tragédiája volt. A Union Carbide vegyi vállalat és a New River Power Company nekiálltak elterelni a New River folyót, annak érdekében, hogy több áramot termeljenek az egyik üzemük számára. A folyó áramtermelő képességét egy alagút segítségével akarták javítani. A szóban forgó alagút 4,8 km hosszú, melyet 1931-ben építettek a Góli-hegyben. A nagy gazdasági világválság idején a széleskörű munkanélküliséggel küzdve mintegy 3000 férfi érkezett Nyugat-Virginiába az alagút kiásására, akiknek legalább a háromnegyede fekete volt. 10-15 óra hosszú műszakokban dolgoztak, mialatt fúrókkal és dinamittal bányázták a homokkövet. Bizonyos források szerint az acéliparban nagyon értékes szilícium-dioxidot találtak a hegyben, amit ezután a cég kitermeltetett a munkásokkal. Ami biztos, hogy a projektet az eredeti előrejelzésekhez képest több mint kétszer olyan gyorsan fejezték be. A munkások nem kaptak sem maszkot, sem légzőkészüléket a bányászat során, annak ellenére sem, hogy a vezetőség az ellenőrző látogatások során viselt ilyet. A fekete munkások 1936-ban szót emeltek a kongresszus előtt, miszerint megtagadták tőlük a szüneteket, sőt, ami még ennél is kegyetlenebb, hogy fegyverrel kényszerítették őket munkára. De a durva rész csak itt jön. A szilícium pornak való közvetlen kitettség következtében rengeteg munkásnál szilikózis alakult ki, egy tüdőbetegség, amit a szilikapor légzőrendszerbe kerülése okoz. A projekt összesen 764 ember halálát okozta, de a szilikózisban elhunytak száma a mai napig nem ismert pontosan, mivel a betegség csak néhány év elteltével válik végzetessé. A helyszínen található történelmi emléktábla szerint 109 hivatalosan elismert haláleset történt, bár más források szerint a 3000 munkás közül több mint 1000-en vesztették végül életüket. Az Erie csatorna a New York államban átívelő kelet-nyugat irányú csatornarendszer része. Azért épült, hogy egy jól megközelíthető útvonalat hozzon létre a nagy tavaktól New Yorkon át egészen az Atlanti óceánig. Miután 1825-ben befejezték az építési munkálatokat, hivatalosan is a világ második leghosszabb csatornája lett. Az Erie csatorna építésén több mint 50 ezer munkás dolgozott, ezzel együtt viszont sajnos több mint 1000 halálesetet jegyeztek fel. A halálesetek többségét a gyakori csatornaomlásoknak, fulladásoknak, a puskapor gondatlan használatának, valamint a mocsaras közegből származó betegségeknek tulajdonítják. A Balti-Fehér-tenger csatorna egy hajócsatorna Oroszországban, amelyet 1833. augusztus 2-án nyitottak meg. A Jeges-tengerben található Fehér-tengert köti össze az Onyega-tóval, amely tovább kapcsolódik a Balti-tengerhez. Eredeti neve 1961-ig a kevésbé jól csengő Sztálin-Fehér-tengeri csatorna volt. Történelmi jelentősége, hogy a gulágokban fogva tartott rabok kényszermunkájával épült fel. Hivatalos feljegyzések szerint összesen körülbelül 126 ezer fő vett részt a munkálatokban, melyekből cirka 12-25 ezer fő vesztette életét az elkészülte során. A csatorna 227 km hosszan halad, de csak csekély forgalmat bonyolít le, szám szerint napi 10 és 40 hajó között volt az áthaladók száma még 2008-ban. Gazdasági előnyeit a mélysége korlátozza, amely a legtöbb tengerjáró hajó számára nem megfelelő. Mélysége jellemzően a legfeljebb 600 tonnás hordképességű folyami hajóknak okés, míg a hasznos tengerjáró hajók 2000-3000 tonnát is szállíthatnak. A csatornát eredetileg 5,4 méter mélységűre tervezték, azonban Sztálin első 5 éves tervének költség és időkorlátai miatt sokkal alacsonyabb merülést voltak kénytelenek alkalmazni. Ezt csak azért tettem hozzá, mint plusz info, hogy lásd, az akár 25 000 áldozat egy alig hasznos projektért veszett oda.
A Burma-Szián vasút, más néven burmai vasút vagy akár halálvasút, egy 416 km hosszú vasútvonal, amely Burma és Tájföld között közlekedik. A japán birodalom ezt a vasutat a II. Világháború idején 1943-ban a burmai hadjáratban építette, több mint 61 ezer foglyot és 250 ezer civil munkást kényszerítettek a vasút építésére. Az egész építkezés körülbelül 12 ezer fogoly és 90 ezer munkás halálát okozta, ami egészen megdöbbentő szám. Az emberek többsége az éhezés és a tisztek brutalitásának következtében halt meg. Az alultápláltság és a fizikai bántalmazás mellett a malária, a kolera, a vérhas és a trópusi fekélyek is sok esetben hozzájárultak a védtelen munkások halálához. Készült egy film is, nevezetesen a Híd a Kvály folyón, amely megörökítette a hadifoglyok keserves küzdelmét. A Panama csatorna egy 82 km hosszú, mesterségesen kialakított víziút, amely a csendes óceánt köti össze az Atlanti óceánnal. A Panama csatorna minden idők egyik legnagyobb mérnöki feladata volt, és emellett egyben az egyik leghalálosabb is. A Panama csatorna több szakaszban épült, és végül igazi nemzetközi üggyé vált. A projekt francia kezdeményezésre vette kezdetét még 1880-ban. A munka során elhalálozott áldozatok számát 1904-ig legalább 22 ezerre becsülték. Közülük legtöbben a malária és a sárga láz, valamint az embertelen munkakörülmények következtében vesztették életüket. A tényleges számát az elhunytaknak nehéz pontosan meghatározni, mivel a franciák csak a saját kórházaikban bekövetkezett haláleseteket jegyezték fel. Összesen több mint 25 ezer ember vesztette életét a pokoli munkakörülmények miatt, mire a franciák végre leállították a projektet. Amikor az Egyesült Államok 1904-ben átvette a munkát, akkor sem lett feltétlen jobb a helyzet, ugyanis további 5600 ember halt meg az éhezés, a balesetek és a megbetegedések miatt. Végül pedig itt van a Suezi csatorna, ami valószínűleg egymagában több embert ölt meg, mint az imént felsorolt építkezések összesen. A Suezi csatorna egy mesterségesen kialakított vízi útvonal Egyiptomban, amely a földközi tengert köti össze a Vörös-tengerrel a Suezi szoroson keresztül. Elválasztja Afrikát és Ázsiát, továbbá a csatorna az Európát Ázsiával összekötő selyem út része is. Az egyik fő probléma az áldozatok számának becslésével, hogy a csatornát már az ókori Egyiptomban elkezdték építeni. Az ókori nyugat-keleti csatornákat azért csinálták, hogy megkönnyítsék a Nílusból a Vörös-tengerbe való átutazást. Egy kisebb csatornát feltehetően még a Krisztus előtti második évezredben hoztak létre. Egy másik vízelvezető, amely valószínűleg az első csatorna egy részét foglalja magába, időszámításunk előtt 600 környékén készült el, viszont az egyetlen teljesen működőképes csatornát első Daraios tervezte és fejezte be véglegesen, körülbelül 100 évvel később. A jelenlegi infrastruktúra jó részét a francia tulajdonú Suezi csatorna társaság csinálta. A csatorna építése egy évtizedig tartott, egészen pontosan 1859-től 69-ig. Az Arab-tenger és London közötti út távolságát összesen körülbelül 8900 kilométerre rövidíti meg. A csatorna hossza 193 kilométer, beleértve az északi és a déli bejárati csatornát is. Az építés lenyűgözően sok, közel 1,5 millió kényszermunkást és bérmunkást foglalkoztatott különböző országokból, de persze főként Egyiptomból. A több mint 10 évig tartó kiásása során közel 120 ezer ember vesztette életét, és ebben egyetlen középkori vagy ókori áldozat sincs benne. Ma az egész világ kontinenseken átívelő hajóforgalmának több mint fele ezen a csatornán keresztül halad át. A történelem leghalálosabb építkezéseihez sorolják a kínai nagyfal építését is, bár erről szintén nem létezik pontos becslés. Az időszámításunk előtti 3. században Qin Shi Huangti egyesítette birodalommá Kína hadakozó fejedelemségeit. Eddigre már több különböző falszakasz létezett a kisebb uralkodóknak hála, de ő kötötte össze őket. Majd a Ming dinasztia a 14. századtól még hozzáépített és felújított elpusztult szakaszokat. Ez a része áll a mai napig, és 200 éven át foltozták a Ming uralkodók. A legismertebb becslés szerint az évszázadok és a sok építkezés alatt összesen 400 ezer ember vesztette életét. Ha érdekelnek hasonló ipari balesetek, nézd meg videónkat a történelem legnagyobb nukleáris katasztrófáiról. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, kövesd a csatornát, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak és fő partnerünknek, a Reghostnak.